Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Ebben a videóban ezzel a dobozzal fogunk megismerkedni, és a tartalmával. Tartsatok velem! Nézzük akkor közelebbről, mit rejt ez a doboz. Ahogy a felirat is látszik, AGA T3. Bontsuk ki. Amit láthatunk, az egy kis zacsiban maga a test, azt így vagyunk autentikusak, mert így érkezik, azt már csak én raktam rá utólag. Egy kis szövetdarab, ógyűrűk, hogy tudjuk szerelni, de én most nem ezzel fogom nektek bemutatni. De megnézzük, hogy lehet ezt megtekerni üvegszállal. Nézzük akkor, hogy lehet szét, illetve összeszerelni. Levesszük először a kazánpalástot. Kitekerjük a középoszlopon levő menetes csavart. Letekerjük magát a felső záróelemet. Levesszük a palástot róla. Ezt a kis ógyűrűt is lepattintjuk, mert enélkül nem tudnánk levenni a következő elemet. Ezt is letekerjük. Illetve a középoszlop, ami szintén egy ógyűrűben végződik. Nézzük akkor meg alaposabban őket. Itt láthatjuk a középérintkezőjét, ami kismértékben állítható. Ebbe kell beletekernünk ezt az oszlopot, amit ha jól megnézünk, akkor egy átmenő furat van rajta, és középen van a cső, amibe el tudjuk helyezni vagy a fémszövetet, vagy a kerámiát, vagy az üvegszálat, sodrony, tehát gyakorlatilag bármit mondjuk, amivel egy Genesis-t be tudnánk üzemelni. Én most az egyszerűség kedvéért megmutatom, hogy lehet ezt üvegszállal beüzemelni. Az az első, hogy ezt a kis ógyűrűt ide fölhelyezzük, és beletekerjük ebbe az alsó részbe. Nem agyatlan módjára, szépen meghúzzuk. Úgy. Majd fogjuk ezt a középső elemet, és úgy, hogy a lyuk legyen az alsó részen, beletekerjük ebbe a menetes részbe. Megigazítjuk úgy, hogy lássuk az átmenő lyukat, ott lehet látni. Itt fogja majd a likvidet nekünk szállítani az üvegszálhoz. Következő, ide a felső elemre felhelyezzük ezt az ógyűrűt, majd szépen fogjuk, és meg nem mondanám nektek, de szerintem ez Pirex. Ezt az üveget fölhelyezzük, és rátesszük ezt a felső lezáró elemet, és szépen menetes részénél fogva betekerjük. Úgy. Kész is vagyunk ezzel a részével. Most jön az, hogy tekerünk méghozzá a következő módon. Fogunk egy üvegszál darabot, picit a végét megsodrom, sőt, és csípem. Itt van ez. Megnézzük, hogy ez milyen mélyen megy bele.
egészen az aljára levezetve. Itt referencia pontként megjegyezzük ezt a felső bekötési pontot. Ennyi lenne. Szépen ennek vesszük a dupláját, itt nem kell nagyon ráhagyni semmit. Vesszük a dupláját és egyszerűen elcsípjük. Ha ezzel megvagyunk, akkor ne hagyjuk, hogy szétbomoljon. Egyszerűen bele szuszakoljuk. Mondom, nem hagyjuk, hogy szétbomoljon. Mi van veled? Menekülne? Nem hagyjuk neki. Na. Ez az. Szépen levezetjük egészen az aljáig. Ha ezzel megvagyunk, akkor pedig fogunk egy segédtűt, és ide mellé beejtjük. Most pedig egy pillanat, csípünk egy darab ellenállás húzat. Bocsánat, rosszul mondtam, ezt még kiveszem egy picit. Most jön az, hogy ezt az ellenállás húzalt ebbe a kis vájadba, ami a közép oszlopon van, belehelyezem. És miután ez megtörtént, ráfűzöm a menetes anyát. Megpróbálom úgy, hogy ne bénázzak többet, mint amennyit kéne. Miután ez megvan, szépen rátekerjük. Ha sikerül elkapni a menetet, sikerült. Meg is van. Hát ez így néz neki. Itt van az egyik vége, a másik vége pedig itt belül. És ezen még egy picit húzunk, mondjuk egy másik csipesszel, ha megtalálom, ha meg nem, akkor egy fogóval. Úgy. Ez most már áll. És akkor most jön az, hogy ide bedobjuk mellé ezt a vezetőszálat, vagy segédtűt, és szépen elkezdjük tekerni. Egy, kettő, három, kicsit lejjebb igazgatom. Legyen rajta hely a negyediknek. Megvagyunk a négyjel, kitekerjük, kilazítjuk ezt a pici csavart, berakjuk alá, befűzzük, itt a segédtű szépen tart is, meghúzzuk kézzel, úgy, ezt eltartjuk innen. Kivesszük a segédtűt és megigazgatjuk a tekerést. Nézzük meg közelebbről. Erre azt mondom most már, hogy ez így jó lesz. Fogjuk. Ez elengedte vissza az egész. Nem húztuk meg eléggé a csavart. Na. Úgy néz ki, jó lesz.
Letörtük. Megigazgatjuk kézzel, hogy ez jó legyen. A másik végéhez azt nem férek sajnos hozzá, azt csak simán lecsípem. Úgy, né? Kész is van a tekerés. Na, hogy lesz ez jó így? Úgy. A felső bekötési pont és a csavar helye. Fogunk egy kis likvidet, és szépen betöltjük ezen a nyíláson. Ennyi elég is. Még adok ide az üvegszálnak is egy picit, hogy ne kelljen annyit várni. És ha ezzel kész vagyunk, rátekerjük és megnézzük, hogy adja a ködöt. Van bizony füstje rendesen. Rátesszük a kupakot, de előtte nézzük meg, hogy hogy is épül föl ez a kupak. Amint látjuk, nem tudjuk ezt akárhogy rárakni, mert ez egy ilyen ovális belső résszel rendelkezik, ez egy darabból van kimarva, így nem tudjuk azt megjátszani, hogy esetleg a közép érintkezőnk helyett ide erre az oszlopra rakjuk rá, és ezért takarásban lesz, és megégetjük, vagy rossz irányból tesszük rá, és nem lesz jó a levegőellátásunk. Ez középen van, tehát gyakorlatilag csak arra kell figyelni, hogy ezen az oldalon legyen valahol. A kupakkal ezt tökéletesen és nagyon egyszerűen megoldották. Vagy csak így tudjuk rátenni, de mindenképpen vagy ezen az oldalán lesz, ugyanolyan távolságra. Ezt ráhelyezzük. Úgy. Rátesszük a drippet. Én nem raktam vissza azt a töltő lyuknak a csavarját, ez egy viszonylag sűrű löty, tehát nekem ki nem fog jönni. Aki 50-50-nel használja, azt a kis csavart, azt vissza tudja kézzel csavarni, és onnantól kezdve ugyanez az eljárás. Nézzük meg, hogy milyen füstöt ad, egyáltalán ad-e füstöt. Nem látszik, de ad. Nézzük meg élesben. Nézzük akkor, hogy muzsikál éles üzemben az AGA T3. Megnézzük az ellenállást. Nagyon extrém lett. 2-2. 2,2 ohm, akkor állítsuk be. Ne hajtsuk túl először. Nézzük meg 3,8 volton, mit muzsikál a szentem. Tíze nem sok van még. Menjünk föl. Menjünk föl mondjuk 4, 2, 4, 3-ra. Jobb lesz. Kezd bemelegedni, és kicsit már karcol is, úgyhogy visszább veszünk a lendületből.
Adok neki egy 4-1-et. 4-1. Még mindig sok egy picit. Legyen 3-9. Kezd melegedni. Füstje is jó. Antiája rendesen. Pedig csak egy üvegszálló lett megtekerve, és tényleg nem extrém ez a 2,2 ohm. Az viszont látszik, hogy iszik rendesen. Jó kis kazán ez. Nézzük akkor, hogy pró és kontra mit lehet elmondani róla. Pró számomra, és másnak is az lesz, hogy középen helyezkedik el az a vívő közeg, ami a likvidet föl fogja nekünk hozni a tekerésig, jelen esetben ez üvegszál, de aztán bármi lehet, tehát tényleg, amit éppen szeretnétek, ha oda vagytok a kerámiáért, vagy a fémszövetért, akkor éppen azt. A beüzemelése, hát kicsit bonyolultabb, mint beverni egy 100-as szöget, de nem sokkal. Tehát tényleg ez a belerakom, körbetekerem, nem kell azzal szórakozni az üvegszál esetében sem, hogy hol van hotspot, hol nincs hotspot. Ez így tökéletesen jó szerintem üvegszállal. Viszont megadja a választás lehetőségét. Mondtam ugye akkor, hogy egyszerű és gyors beüzemelés, és ami a legjobb pofább számomra, hogy a kazánpalástot egyszerűen nem tudjuk úgy rátekerni, hogy az rossz legyen, és ne a tekerésre nézzen a levegőzőjük. A belső bemarásnak köszönhetően csak, hát kettőféle, de gyakorlatilag mind a kettő ugyanaz pozícióban tudjuk elhelyezni, és ezzel biztosítani azt, hogy tökéletesen és pontosan mindig a tekerésünkre érkezzen be a levegő. Ami negatív, hát itt nagynak látszik, de gyakorlatilag az alsó 2-3 mm az mintha nem is lenne, mert olyan közel van az alja a palásthoz, hogy oda likvid nem nagyon fér. Amit mértem, az gyakorlatilag 2 milliliter volt ennek az űrtartalma, amit simán el lehet durrantani, mert jó íze van, meg szépen szállítja a levest, mit tudom is én. Hát, nekem volt, hogy 2-3 óra alatt elment, úgyhogy ez nem megoldás. Kell szerezni valahonnan egy töltőflaskát, és azt a zsebünkbe rakva vinni. A másik pedig, hogy hát ez nem hátrány, de készüljetek föl rá, hogy így érkezik drip nélkül. Drippet külön. Ha lehet, akkor
mivel ez egy Genesis típusú, borzasztó, hát nem borzasztóan, de tud melegedni az üzemi hőfokát, mikor eléri, akkor az igazi, akkor viszont nagyon hamar fölmelegszik a drip is, így azt mondanám, hogy mindenképpen valami olyat, ami hűtőbordával rendelkezik, vagy valami olyat, ami picit hosszabb az átlagosnál, hogy legyen egy felület, ahol le tudja adni azt a fölösleges hőt, ami egyébként a misszánkat égetni. Ez most egy titánium drip, ami most utána néztem, a fajlagos hővezető képessége az körülbelül a fele a sima rozsdamentes acélnak, tehát gyakorlatilag fele annyira melegedne, illetve kétszer annyi ideig kéne szívnunk, hogy ugyanolyan meleg legyen, mondjuk, mint egy sima krómozott vagy bármilyen más rozsdamentes acél. Nekem néha már ez is kellemetlen volt, de hát akkor szegény ember megoldása, visz 2-3 drippet, és akkor szépen cserélgeti épp azt, amelyik hűvös, rárakja és szívja tovább. Mondom, ez nem hátrány. Ami viszont hátrány még, hogy, és én ezért nem is használom a betöltő lyuknál a csavart, az egy ugyanilyen kis bordázott csavar lenne, viszont olyan pici és olyan közel van a tekeréshez, hogy gyakorlatilag vagy a tekerést bizergálnánk a kezünkkel, és tiszta likvidek lennénk minden egyes kibecsavarásnál, vagy egy csipesszel kéne rohangászni és azzal kitekerni, ez nem volt opció, de hát gyakorlatilag így sem történik semmi, mert van olyan sűrű ez a 70-30, hogy ez pont elfér ott az a lyuk nekem, és nem történik semmi, nem folyik ki. Viszont így megvan a légrugó története is oldva. Jó kis kazán vagy te, Aga T3, csak kár, hogy ilyen kicsi a puffered. Na mindegy, hát ezzel meg kell barátkozni, ez van. Remélem tetszett a videó, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornára, iratkozzatok fel a Facebookra, kövessetek az oldalon, mindenkinek jó gőzölgést kívánok, sziasztok!